Továbbra is nagy az érdeklődés Újvidéken a magyar állampolgárság iránt. Mi főleg a gyerekek miatt adtuk át, mivel ők is átadták, hát így gond. Úgy döntöttük, hogy hát akkor mink is a család miatt. Sose tudja az ember, hogy mit hoz a sors. Két unokánk van, és ők, amit döntenek, ha akarnak valamit Magyarországon, akkor mit megyünk utána. Kamionsofőrnek akarnék menni, és akkor ehhez kellene a kettős állampolgárságon. Csak azok a kérelmezők kaphatják meg a magyar állampolgárságot, akik megfelelnek a meghatározott feltételeknek. Az egyik az, hogy ugye dokumentumokkal tudja azt igazolni, hogy ő magyar leszármazó, a másik pedig az, hogy a magyar nyelvet megfelelő szinten érti és beszéli. Na ezzel van itt Újvidéken egy kis problémánk, mert azért itt elég sokan próbálkoznak úgy, hogy a nyelvet nem a megfelelő szinten értik és beszélik. Ez sajnos nagy hátrány. Magyarország szabadkai főkonzulátusa legközelebb várhatóan az ősz folyamán tart kihelyezett konzuli fogadónapot Újvidéken.